Szeretettel köszöntöm Önöket. Szép napon, kultúra napján, amikor megjelennek a képek, műalkotások a teremben, és van egy Berényi műhely több mint 20 éve, én is gratulálok a tavalyi kitüntetéshez, a művészeti díjhoz, jelentős eredményez. És én hát bizony 35 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba Jász Berényi alkotó hölgyekkel, akik ma is vezetik ezt a Berényi műhelyt, és szeretettel gondozzák munkáját. Tehát így kaptam ezt a meghívást, amit örömmel elfogadtam, és visszaemlékeztem erre a régi időkre, amely egy találkozás volt. Hát hogy a múltban az ősök, a Kun ősök és a Jász ősök is valamikor találkoztak, és ennek a magyar nemzetnek valóban kultúra és értékalkotó rétegévé tudott válni, természetesen magyarra, de őrizte múltját és őrzi most is múltjának értékeit. Azt hiszem, hogy a művészetnek is az feladata, hogy elődeink értékeit őrizzük. Ott a 35 évvel előtti karcagi belegfürdői táborokban akkor még nagy dolog volt egy közösségnek a működése, hiszen sok minden akadályozott bennünket. Nagyon szűk keretek között lehetett véleményt nyilvánítani, még a művészet hangján is bizonyos dolgokról. De ott ezek a esték, ezek a szép napok, való gondolatai művéhérre lőttek olyan emberek mellett, akikkel úgy mi találkozhatunk, mint fiatalok. Azok a mesterek vállalták, hogy közénk jönnek festők, szobrászok, néprajzosok, tudós emberek. És azoktól ellesettünk néhány olyan gondolatot, amely azt hiszem, hogy a pályán tartott bennünket, sőt, talán meg is határozta a pályánkat némelyiküknek. Én szeretettel emlékezem arra Papi Lajosra, akit szintén a Berényi műhely régebbi tagjai ismerhettek. Vezetője is volt a művészetnek egy időben. Az ő gondolatai a nemzet megtartása, a nemzet értékének megtartása körül forgott és vésődött belénk. Aki hitt a magyar nemzet erejében, és múltjának, kultúrájának olyan értékeit, amelyet még föl kell fedezni, és meg kell őrizni. Ő mondta nekem, hogy gondoljuk el, hogy itt vagyunk egy 25 ezeres városban, Karcagon. Ha visszagondolunk másfél ezer évre, hát akkor az akkori Athénnak Periklész idejében 6 ezer polgára volt. Hát döbbenet, hogy 6 ezer polgár olyan kultúrát teremtett a képzőművészet területén, hogy a romjaira is az egész világ ma csodálkozni jár, és gyönyörködni. Akkor gondolkodtunk el azon, hogy hát valóban igaz dolog ez. Mikor fogunk meg olyan művészeti kultúrát teremteni, hogy majd ide jönnek és csodálják. Hát valószínű, hogy olyan világot élünk, hogy semmikor sem, hiszen másra terelődik a hangsúly. De én azt hiszem, hogy meg kell kísérelni. És megkísérelték a Berényiek is, valóban. 20 év az nagy idő, és él a Berényi műhely, és rangja van. És ez az érték, amit teremtett, az képekben, grafikákban, különböző művekben, az hagyományozódik erre a közösségre. Gondolom egy gyűjtemény kapcsán, amelyik majd magja lehet egy olyan kiinduló és tanulmányozandó kis együttesnek, amely az elődök kultúráját jelenti. De ott volt a Bunna Konstantin annak idején, ott volt a Tilles Béla, ott volt a Szemadám György ezen a teleben, akik azóta nagy mesterei lettek a szakmának, hiszen ők is még viszonylag fiatalok voltak, és közöttünk vannak még, de ezek a festők szintén valamilyen utat mutattak nekünk, amin elindulhattunk. De ha párhuzamot akarok vonni, akkor valahol ebben a teremben én Nagybánya levegőjét érzem. A Berényi műhely között, a Jász Berényi alkotók körében. Nagybányai művésztelep levegőjét.
ami a magyar festészetnek egy olyan műhelye volt, amelyik rányomta a bélyegét már ugye több mint 100 éve a magyar festészetre. 1903-tól, ha jól emlékszem, egészen 1937-ig. És milyen érdekes, hogy az a Torma János volt több mint 20 évig a gondozója ennek a nagyhírű nagybányai alkotóműhelynek, aki itt gyerekeskedett jó néhány évig Jászberénybe, és biztosan vitte magával, mint jó eszű gyerek, szívta magával a jász kultúrát, a természetnek, a szülőföldnek a szeretetét, és ilyen formán tudta még ő nagyon nehéz körülmények között, Trianon után is még 17 évig életben tartani ezt a Magyarország számára nagyon jelentős művésztelepet, amely tulajdonképpen a nagy francia művészetújítások idején, amikor a Barbizoni iskola megalakult, és tulajdonképpen az akadémizmusnak a század közepe vége felé azt a poros levegőt, amit az akadémizmus teremtett a művészetbe, a festészetbe és akár a szobrászatba is, az a fajta plenár festészet porolta le a művészekről, amelyik kapcsán kivonultak ugye a szabadba, érezték, hogy van fény, van levegő, és van körülöttük egy olyan világ, amit csodálni kell, a természetet, a természet szépségeit, az embert, magát, aki szintén teremt. Mert valószínű, hogy a művészek olyan fajták, az alkotó emberek, akik valamikor a teremtés során utolsónak lettek az Úr elé hívva, hogy na, fiaim, akkor ti pedig azok lesztek, akik majd folytatjátok a teremtést, szobrokat, képeket fogtok alkotni már a magatok világából. Fölmutatjátok az embereknek azt, hogy mi a szép, mi a jó és mi az igaz. Mert ez nagyon fontos lesz, és ez rátok lesz bízva. És az a szép, hogy egy közösség képes egy nagyobb közösségnek, amelyikért él, amelyikben él, értéket fölmutatni. És ha a mögé tudunk csatlakozni ilyen értékek mögé, amelyeket magunkinak is tudunk vallani, hiszen van nekünk is saját értékünk. Nem csak a világ nagy értékeit kell megismerni és magunkévá tenni, abból is kell nyilván, de a magunkéból fel kell fölmutatni. Még ez a gondolat is valahol ott fogalmazódott Karcagon, az alkotóműhelyekben, amikor a Karcag jeles írója, költője, akkor még a megyei újságíróként tevékenykedő Körmendi Lajos fogalmazta meg, hogy ő úgy fogalmazta, hogy egy művésznek nem az a dolga, hogy veszett indulattal szétrombolja az előző kultúráját, műveit, hanem sokkal inkább az, hogy valami új értéket mutasson föl. Olyan értéket, amelybe meg tudnak kapaszkodni következő nemzedékek, és példa lehet. Ez is ott fogalmazódott meg. És valahol én is egy kicsit hitvallásomnak tekintem ezt. És örülök neki, hogy nem az irodalomból, nem messziről kellett ezt megtapasztalnom és meghallanom, hanem olyan embertől, aki velem együtt, velem egy városban élt. Tehát mindezek olyan élmények és emlékek, amelyek összekötnek bennünket. Ahogy a Berényi műhelyt összeköti Torma János életútja és tevékenysége. A nagybánya az egy olyan iskola volt, amely rányomta bélyegét egész Magyarországra, sőt egész Európára, és nagymesterek születtek ebből. Olyanok kezdték el, mint Ferenczi Károly például. Tehát nagyon érdekes, hogy nagy gondolkodóink, nagy emberünk, hát a legnagyobb magyarunk Széchenyi István, amikor az országról gondolkodott alkotó módon, ő sem ismerte fel mindig az értéket, az igaz értéket. Én olvastam egy kis írásában, hogy ő például kapcsolatba került a szobrászattal is, amikor ahol Olaszországba járt, pontosan Firenzébe, és valami nagy-nagy csodálója lett a firenzei kanovának, a klasszicista kanovának,
akit egész Európa szerte ismertek. Számunkra a kanova az már egy kicsit hideg, az nem ember közeli, az valahol már sokkal több, valahol irodalmi, mint maga a szobrászat. Tehát az már túlhaladja a szobrászatot és meghaladja azt a léptéket, amelyel a szobrászaton lehetne beszélni. Ezért kicsit idegenné is tud válni a maga klasszicizmusával. És milyen érdekes, hogy ő nem hitt a magyar emberben, a magyar ember tehetségét. Annak ellenére, hogy példával segítette nemzetünket. Azt írja egy helyen, hogy lám a magyar még szobrásznak se jó, vagy szobrásznak se való. Mert hát itt van ez a kis Ferenc István, aki kanovának a tanítványa. Hát hol áll ez a nagy firenzei kanovához? Hát kérem szépen, Ferenc István az én szememben nagyon volt, mint kanova. Menjenek el a Nemzeti Galériába és nézzék meg egy-két művét, ami fellelhető, csodálatos ember közelében. Az emberi élet mélyét tárja föl, ami a művészetnek nagyon jelentős eszköze és értelme is, azt hiszem. Tehát ezen az úton indulva fogalmazódik meg egy életpálya, és ezek az életpályák összekötődnek, úgy, mint a Berényi helyben is. Látom a berényi tájakat, a magyar tájakat, a magyar falvak, kis templomok, kis házak, vagy akár tanyáknak a világát, ahogy megjelennek, és hitelesen tudnak megjelenni az alkotók ecsetjén keresztül, mert nem a kezük ügyes, hanem a szellemük az, amely ide köti őket ehhez a földhöz, és meg akarnak örökíteni valami életet, valami értéket abból az életből, amit mi ezen a vidéken élünk. És fölmutatni azoknak, akik nem ezen a vidéken élnek, azoknak is, akik ide jönnek és meglátogatnak bennünket. Képpé fogalmazódnak, és valahol mindegyik el fogja érni a célját, mert azt hiszem, hogy helye lesz mindegyik műnek egyszer valamikor. De azt hiszem, hogy azt a sors dönti el, hogy az a mű mikor kerül a méltó helyére. Hiszem, hogy méltó helyére fog kerülni minden mű az élet folyamán. Ha csak azt nézzük, hogy egyik legnagyobb magyar festőnk a 20. században, Csontváry Koszka művét, ha ismerjük. Micsoda méltatlan körülmények között volt ő. Mennyire nem kívánták elismerni. Hát az műveit úgy mentették meg, hogy már éppen szét akarták vágni a hatalmas vásznait valami roncstelepen, vagy nem tudom, hol találták meg. A véletlen, a sors hozta, hogy megmentették, és ma, éppen most Londonban van egy kiállítás, ahol rácsodálkozik a világ, és látja, hogy egy magyar mester, akit szinte nem is ismertek, a világ legnagyobb mestere, most csodálkoznak rá. Hát az idő már csak ilyen. Ilyen, nem mondom azt, hogy kegyetlen, mert valószínű, hogy jó az idő, és az időnek az ítélete is jó, mert kellő pillanatban eljön. Nem biztos, hogy a művész életében. Ha eljön később, akkor később fog eljönni. Egy-egy mű valószínű, hogy megmenekül. Egy-egy olyan mű, amelyik fontos a világnak, hogy mit mond rólunk a máról, hogy milyen üzenetet tudod megfogalmazni a jövőnek, az utódainknak. Ebben a világban különösen fontos. Az a szellemiség, amit képvisel most, jelenleg. De hát a művészet mindig fejlődik, egyes alkotó is mindig fejlődik, és mindig újabb és újabb gondolat körül, és újabb probléma körül fogalmazódnak ezek a művek meg. Tehát ezek a művek szintén jelezni fogják a ma szándékát a következő világnak.